Bár a 15-64 évesek körében a munkaerőpiaci helyzet az országoshoz hasonlóan megyénkben is kedvező irányba változott, így sem állunk jól. A KSH adatai szerint a foglalkoztatottsági ráta 69,1% volt 2022 első háromnegyed évében, ami 1,4% ponttal magasabb az egy éve korábbinál. Hasonló változást mutat a munkanélküliségi ráta is, ami ebben az időszakban 7,7% volt. Mindezek ellenére a vármegyei rangsor végén állunk. Az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma viszont Budapest után itt a legmagasabb, 211. Ez azonban nem feltétlenül a munkaerőpiaci helyzettel van összefüggésben. Ez inkább a gazdasági szerkezettel van összefüggésben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a mezőgazdaság és az agrárium az lényegesen nagyobb arányt képvisel az országos átlagnál, és Békés, illetve Hajdú-Bihar vármegyéhez hasonlóan elég magas a mezőgazdaságnak a hozzáadott értéken belüli aránya, és részben ez okozza azt, hogy magas a vállalkozási kedv a vármegyében. A 22. harmadik negyedév végén 114 ezer vállalkozást tartottunk nyilván, ebből 98 ezer önálló vállalkozás volt, és mindössze 16 ezer számított társas vállalkozásnak. A vállalkozások több mint fele a mezőgazdaságban működik, de jelentős számot mutatnak az építőipari, kereskedelmi és ingatlan ügyletek is. Jelentős, pozitív irányú a változás a turizmussal kapcsolatos mutatók esetében. 2022 első háromnegyed évében 398 ezer vendégéjszakát regisztráltunk a vármegye kereskedelmi szálláshelyén, ez 37%-kal magasabb az egy évvel korábbi alacsony bázisnál. Maga a növekedést árnyalja az a tény, hogy 21 hasonló időszakát, főként az első hónapokat, még a COVID-19 járvány miatti korlátozások határozták meg, ezáltal a kereskedelmi szálláshelyek korlátozottan fogadhattak vendéget. Ha viszont a főszezont lefedő időszakot, a harmadik negyedévet nézzük meg, ezt a július-szeptember időszakát, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 13%-kal alacsonyabb volt a 21 hasonló időszakához képest, és ez a negyed éven belül pedig mindhárom hónapra is igaz volt, hogy elmaradt a forgalom a megelőző évihez képest. A vendégészakák 75%-a belföldi foglalás, külföldről pedig főleg Szlovákiából, Romániából és Lengyelországból érkeztek. De nem csak a gazdasági mutatók tekintetében lehet kiemelni a megyét. A születések száma 5%-kal emelkedett 2022 első háromnegyed évében. Ez a növekedés a legmagasabb a megyék körében, és eltér az országos átlagtól, az ugyanis 4,4%-os csökkenést mutat. A halálozások száma 8,7%-kal csökkent az egy évvel korábbi bázishoz képest. Ekkor azonban még a Covid uralt mindent, ezért ha releváns adatot szeretnénk, a járvány előtti számokhoz kell viszonyítani. 2019-hez képest még 9%-kal magasabb a 2022 első háromnegyed évére vonatkozó adat.